No, nekem rá kellett jönnöm, hogy egy ordas nagy barom vagyok, basszus, most így belegondoltam. Mindegy, ezt most kipakoljuk szépen, erre nincsen szükségünk. Valamint ehelyett szépen bepakoljuk magunknak a... Ez sem kell, úgyhogy majd kivesszük, jó? Majd kivesszük. Szóval, jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy elkezdtük ugye használni az MO diszkeket, hogyha van nekünk egy tartályunk, amit föl kell töltenünk. Ez egy rohadtul tök jó dolog egyébként, és ugye nyilván erre fele kell menni. Na most ezzel egyetlen egy probléma van, hogy egyetlen ajtót nyitottam ki a géppel a kettő helyett, szóval most megyünk vissza, bocsánatot kérek. Akkor újra, jó? Tehát, hogy mindenki megjegyezze, hogy mit kell csinálni. Oké? Okay? Tehát bejövünk a számítógépterembe szépen, és akkor még egyszer. Ezzel kell szegedi csajjal kezdeni, az nem azt mondja, hogy még egyszer, hanem még ötször. Szóval akkor azt mondja, hogy megadjuk neki, hogy... Na, gyerünk. Azt mondja, hogy... Ugye John volt a felhasználó név. Azaz. Édesanyám, ilyen billentyűzetet. Illetve Ada volt ugye a... Mi az Isten? Jelszó. Adát szeretjük, igazából nekem tök szimpatikus csaj. Jó, meg is van. És ugye itt vannak a problémák, hogy B2-t azt ugye kinyitjuk, ugye ez volt a cell. Inkább kétszer, mint egyszer, sem nem tudom, hogy most ezt muszáj-e csinálni, na mindegy. Oké, okay, unlocked. És a másikat basszus, arra kell figyelni. Van nekünk egy kettes szem, ugye B3, egy emelettel följebb, ott vagyunk most, és ezt rohadtul nem nyitottam ki. Unlocked. Köszönöm szépen, meg is van. És akkor cancel. Ja. Most lépünk ki. Édesanyám, hogy azt miért felejtettem el, azt nem tudom. Na mindegy, kapkodás. Az a helyzet, hogy annyira izgulok, mert tényleg végre a végén vagyunk az egésznek, jó? Tehát innentől kezdve ez már a végjáték. Nem, végjáték, jó? Na, szóval. Nem erre. De tényleg. Vagy... De. Bocsánat, összezavarodtam kicsikét, meg ugye az előbb még a labornál voltam. És nem. Szóval erre fele kell jönni, és itt lesz majd az a rész, ahol ugye MO diszkek használata után látjuk, hogy mennyit nyitottunk ki. Jelenleg egy darab van, tehát ezen az ajtón keresztül még nem megyünk. Viszont ezen határozottan. Itt pedig van egy darab csávó, aki megbeszéljük élete döntéseit nagyon gyorsan. Mondta, hogy vizitdi! Nem a... Hogy ez miért sikerült, így azt nem tudom. Még egy kis magnum lőszer, ez így van, köszönöm szépen. Ott az nem kell nekem, ellenben határozott jellege szeretném használni itt az egyik MO diszket, jó? Hármat kell összességében, hogy kinyissuk azt az ajtót. Ha szeretnétek a jóbáfejezést, akkor mindenképpen azt kell használni. Oké, okay. Illetve a következő a helyzet, amiért én ott lelőttem, kinyírtam, szétszedtem, megöltem, és a többi mindent az égvilágon, az ez. Hogy van egy ilyen újratöltő, kapszula újratöltő cucc, ami ugye energia használathoz kell. Na most ezzel egyetlen egy probléma van, hogy úgy tűnik, hogy valami nitroglicerin alapú cucc az egész, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve mi sétálunk, jó? Szépen, nyugodtan. Kényelmesen. Ezért öltünk meg mindenkit. Nem kell izgulni, nem kell futni. Ha az embernek a helyére leszáll egy szúnyog, rögtön megtanulja a békés megoldás lényegét. Ugye? Szóval, innentől kezdve nem szabad futni, mert föl fog robbanni a csába. Úgyhogy igazából csak sétálunk. Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs. Rendkívül izgalmas, nagyon sejtelmes, hál' Istennek igazából tényleg mindent is kinyírtam a környéken, innentől kezdve ez... Hogy valaki azt mondja ott menet közül, hogy... Az nem érdekel, jó? Az nem érdekel egyáltalán. Na. Most hál' Istennek még ilyen lassan sétálva egyébként ilyen szépen, lazán, óvatosan is sokkal gyorsabbak vagyunk, mint egy zombi, szóval aki ott van a túloldalon, az engem rohadtul nem érdekel, jó? Tehát így szépen lassan lehagyjuk. Kíváncsi lennék egyébként, hogy csak sétálva végig lehet ezt játszani. Biztos, hogy igen. Jó, de biztos, hogy igen. Tudja, hogy van az az útvonal, még hogyha sok pöcsöléssel is, ahol ezt meg lehet játszani. Tuti.
Na most igazából egy kimérát, azt már ugye kinyírtam itt, kettő van. Az a jó bennük, hogyha nem vagyunk közvetlenül ott, akkor nem kezdenek el harciaskodni, szóval igazából a túloldalon lévővel abszolút nem kell foglalkoznunk. Ez így volt a többi részben is, ha jól emlékszem. Na, használjuk. Jó, hogy ez nem így működik, oké. Igen, köszönöm szépen. Hál' Istennek végre, akkor van egy kis áram. Na, most foglalkozunk a kimérekkel, remélhetőleg nem fognak megölni. Nagyon remélem. Egy az mindjárt itt lesz. Alapvetően nem félek én tőlük, kivéve amikor igen, jó? Ez annyira nem fasza. Következő rész viszont necces lesz. Gyorsan futás előre, és itt van a következő MO-disk használó cucc. Erről van szó, itt pedig egy gyors kikerüléssel szépen elmegyek a hátam mögött a rohadéknak. Innentől kezdve ez nyitva van. Szevasz! Hát tőlem aztán csapkodhatsz, mint a kötelező lenne. Telébe leszarom. Szevasz! Téged is. Amíg nem 6 vagy 8 vagy 12 lábom vannak, nem tudom, hogy hány lábuk van, addig igazából nincsen velük semmi probléma az égvilágon, jó? Na utána! Akkor van! Akkor van! Akkor rohadt gyorsak, nagyot ütnek. Azt nem szeretjük. Elindítottuk szépen az erőt. Szevasz! Meg amíg fönt vannak, az sem érdekel igazából, mert ha fönt vannak a plafonon, és elkapnak, az nem sebez. És tudunk használni önvédelmi tárgyakat, ez tök jó. Nem? Békén hagysz? Bocs? Espicsába? Oké. Okay. Ennyi, jó? Kimérákat megúsztuk. Első részben sokkal... De első részben, Origin-ben 96-osban sokkal szemetebbek voltak, gyűlöltem őket. Gyűlöltem őket, okés. Kiválóság. Na, akkor most vissza szépen. És akkor elvileg, meg gyakorlatilag is az áramot azt szépen visszaraktuk. Ez így van. Tökéletes. Tökéletes. Chris! Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Na, akkor most megyünk barátkozni tovább, ugye? Tényleg a végén vagyunk. Cserkészbe egy szó, jó? Tényleg. Hű. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. The stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of STARS. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh yes, dear. Just like this. Becca! Don't move! You... I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you.
ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Na, barátkozunk akkor most már. Gyerünk. Minél távolabb vagyunk, annál jobb, mert akkor annál többet tudunk beleereszteni. Futás, 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 futás! Az helyzet, hogy azért rövid folyosókon csak egyet kell... Mi a rövid? Nem mondott, hogy csak ennyi van nálam, basszus. Meghalt! Ez az. Hál' Istennek, oké. A játék is tudta, hogy ennyi van csak nálam. Ezt most elbasztam, gyerekek. Ide kell lőszer, jó? Na, mindegy, akkor kinyitjuk szépen. Ez így van. Tökéletes, na. Most már tudjuk, hogy ugye nagy gonosz Wesker bátyó. Bár itt még alig lehetett valamit tudni a múltjára. Nagy gonosz Wesker bátyó az itten umbrellázik, nem baj. Umbrellázzunk. Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Na szóval, itt már semmi dolgunk nincsen, szóval akkor húzunk innen, mint a vadlibák. Falnak. Mint minden rendes Resident Evil játékban, itt is lesz egy nagyon-nagyon nagy gonosz, meg itt is lesz egy nagyon-nagyon nagy visszaszámlálás, jó? Tehát ne lepődjetek meg rajta. Hú, na liftezzünk egyet. Igazából Chrisnek a kampánya a szemetebb, de rövidebb. Jó, tehát Jill valahogy mindig megúszza a dolgokat, tehát neki nem kell kiskulcsokkal foglalkozni, nincs ennyi szemétlát, nem tudom miért. Szexizmus! Kérem szépen. Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Na, most akkor megint megkaptuk az irányítást, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve pedig ugye tudjuk csinálni a saját dolgunkat, és még egy helyre el kell mennünk mindenképpen. Utás! Tehát innentek ezek a kimérák vannak mindenhol az égvilágon, aminek nem örülünk. Legalább kettő van csak az én hátam mögött. Bazd meg! Elkapott! Ez az. Meg lesz ez, még hogyha nem is annyira faszán, de meg lesz. Megtéptek? Nem téptek meg, jó van, akkor kiváló. Ja, még ezeket meg kell húzogatni, bocsánat. Hogy ezt miért tették be, azt nem tudom, na mindegy, igazából semmi más, csak így szépen lassan mind a hármat, amit ugye kinyitottunk az MO diszkekkel, azokat meg kell húzogatni. Nem kötelező MO diszkekkel baszakodni egyébként, de hogyha jó befejezést szeretnétek, vagy a legjobb befejezést szeretnétek, akkor ez lesz jó. Tehát túl kell élni Rebekának, és még valaki nagyon fontosnak, ugye? Ugye? Ki az, aki eltűnt? Hamarosan megtudjuk. Gyerünk! Mennyi, erről van szó. Lock is released. Jill? Chris! You're okay. Chris, it's Wesker. I know, but first let's get out of here. Thank you.
Hát azt mondja, hogy menjünk innen, azt visszamegy, hát Dick Moretta. Az helyzet, én azért jövök vissza, mert még mindig vannak itt cuccok, jó? Tehát valakinek szüksége van rá, akkor itt egy ilyen... Az, aki vagy tök jó egyébként ez a biztonsági kamera, van itt egy ilyen big fucking shotgun shell, jó? Tehát... Oké. Na most húzunk a sába. Most alapvetően sok dolgunk nincsen, arra kell visszamenni, amerre ugye eredetleg is jöttünk. Vissza a rácsos ajtón egészen a létráig, jó? Tehát olyan sok egyéb dolgunk nincsen. Fú, gyerekek! Ez melós volt, ez melós volt, ez melós volt. Let's get going! Jó, csak ennyi, azt hittem, hogy hosszabb káci, nem emlékeztem pontosan. Megyek már, megyek már, megyek már. Nyugi már. Az helyzet, ezt nyilván lehet gyorsabban is. Nagyon sok dolgot szedtem föl, aminek igazából sok értelme nincs. Hoppá, elfelejtettem, bocsánat. Tehát aminek sok értelme nincs, az én szempontomból, jó? Tehát apró bakik voltak élettöltőkkel, hasonlókkal, de alapvetően nem nagyon volt szükségem nagyon sok mindenre. Nehezebb fokozatokon itt van egy csávó, de igazából itt már annyi lőszerem van, mint égen a csillag. Itt mondjuk nem, de lesz. Szóval... Gond nélkül pofán lehet lőni. Oké? Okay? Nyugodtan. Ha szeretnétek. Ha nem szeretnétek, hagyjátok, békén ki lehet kerülni. Jaj. És akkor most van nekem szükségem egy pár dologra. Azt mondja, hogy kell nekem a 42-ös shotgun lőszer. Mondjuk nem kell mindegyik, de mindegy. Nem tudom, legyek kis izé és nyírjam ki, banyak ilyen... Mi a franca? Handgunnal? Nincs előszerem hozzá. Magnum revolver meg is van, köszönöm szépen. Egy darab mixed herbet viszek magammal biztonság kedvéért, és ennyi. Jó? Jó, egy helyünk van, oké. Gyakorlatilag arrafele kell mennünk, amerre ugye jöttünk, tehát itt föl, és annyi, hogy most már ugye mindenféle zárat, egyebet kinyitottunk, van áram, tehát innent kezdve a bal oldalt lévő liften, vagy ajtón, vagy mi az istennek keresztül is tudunk menni. Mehetünk is. Ez már nagyon a végjáték. Ez már nagyon-nagyon a végjáték. Hoppá, hoppá, hoppá! Na, szóval még itt is van igazából életöltés, ha szeretnétek, meg shotgun lőszer is. Kicsit sokkal fejeztem be, tehát ezért mondom, hogy nem tudom mennyit öltem meg, nem sokat. Egy helyet mindenképpen hagyjatok magatoknak, jó? Tehát azért, mert egyszerűen rákényszerít a játék, hogy legyen egy. Tehát van itt ez a szar, ezt föl kell venni. Apró jelzés, idegesítőnek tűnhet, de tök okos, hogy tudja, hogyha ideig eljöttél, úgysem fogsz visszafordulni élettöltőkért, ellenben legalább így biztos, hogy van egy darab helyed. Ugye? Mert egy később is kell. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Nem mondjátok nekem, hogy ez nem idegesítő, hogy azt mondja, hogy 3 perc, de közben 10 elmegy azzal, hogy nézem a liftet. Erről nem minteltek. Na, itt rögtön, ahogy kijövünk, itt lesz egy ilyen jelző rakéta, ez nekem kell, köszönöm. És bejövünk ide valahol középre, és föllőjük Bradnek. Na gyere te, Brad. Kenyér. Yeah.
Az a lényeg, hogy Rebecca is túlélje. Meg én is! Mondjuk ez egy kurva hasznos dolog lenne, jó? Hogy állok? Oké, ezt még elviseljük. Hát még ha látnám, hogy hol van. Dénisz bátyó. Gyorsan. Akkor újra töltés. Még mindig nem elég nekünk, akkor kap egy ilyet is. Igazából... Ja. Tehát gyakorlatilag az ő jobb oldalán, az én bal oldalamon kell közlekedni, hogyha szeretnénk elkerülni ezt a pénisz, de nem baj, még így is meg fogjuk kapni magáit. Mondom én. Chris, use it! Futunk érte, fölvesszük szépen, ugye? Klasszik Resident Evil rakétavető. Azt hiszi, hogy nem fogom lelőni a francba. De. Nos, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ezen az alig ilyen kb. 3,5 órás végigjátszáson. Nem tudom pontosan mennyi volt, nem figyeltem az időt, de nagyjából annyi, ugyanis nem siettem, jó? Tehát az volt a lényeg, hogy mindent mutogassak nektek, hogy megmutassam, hogy mi hol van, az is, ami általam nem használt, de mégis segít nektek, tippeket, trükköket adjak, és mindenhova benézzek. Szóval remélem, hogy hasznosnak találtátok, írjátok meg mindenképpen nekem, hogy milyen élmény volt ezt az egészet nézni, vagy akár, hogy segítette nektek, ez a legfontosabb. Jó, az egész csatorna azért jött létre, hogy mutassak nektek játékokban olyan dolgokat, amivel könnyebben tudtok haladni, megcsinálni, jó? Szóval... amennyiben tetszett, akkor tényleg dobjatok egy lájkot, írjatok mindenképpen, illetve iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. Nagyon-nagyon fontos, akkor a következő hasonló videóról is fogtok kapni értesítést. Következő az a Jill végigjátszás lesz, viszont abszolút nem tartom kizártnak, hogy akár hard, akár real survivor módban én ennek még egyszer nekifussok, ugyanis baromira tetszik nyilvánvalóan. Resident Evil első rész, überelhetetlen, jó? Tehát ennél jobbat ti nem fogtok találni soha a büdös életbe, szóval innentől kezdve nincsen kérdés. Én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, még a végét nézzétek meg, hogy mennyire szarul sikerült ez az egész eredményem. Szánalmas lesz már most mondom, szóval bocsánatot kérek. Legyen szép estétek, és legközelebb is gyertek ide. Sziasztok! Chris, you did a fine job.